tisztasági festésen esnek át a parkolósávok és egyéb útburkolati jelek. Ballagást rendeztek a Szabó Magda iskolában. Hullámzó szezon zárt a Dépasa csapata. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják, ma is elosztuk városunk legfontosabb híreit. Dunaújvárosban 110 helyen tisztasági festésen esnek át a parkolósávok és egyéb útburkolati jelek. A munkálatokról Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester adott tájékoztatást. Mint arról Dunaújváros megyei jogúváros közösségi oldalán is olvashattunk, az útburkolatfestési munkálatok két ütemben készülnek el. A városvezetés álláspontja, hogy a szűk költségvetés ellenére is rendnek és tisztaságnak kell lenni. Stábunk Mezei Zsoltot kérdezte a részletekről. Fontos az, hogy ebből a kevés kis pénzünkből, ami most a városnak a rendelkezésre áll, ugye van egy pár dolog, amit feltétlen elhatároztuk, hogy meg kell oldani. Az egyik az a tisztaság és a rend Dunaújvárosban, itt azért még vannak teendők bőven, hiszen több éves folyamatokat kellett átformálni és újrakezdeni, és ugyanilyenek a festések, az útburkolati jeleknek a felfestése. Több mint 3 éve nem csináltak ilyet a városban, és ez a biztonsághoz nagyon hozzátartozik, hogy nem csak a parkolókat, hanem hogy látják, biztos közlekednek a városban, hogy a zebrákat, a gyalogátkelő helyeket, az útburkolati helyeket is megújítjuk teljesen, hiszen annyira le voltak már kopva, hogy szinte láthatatlanak voltak, és ez egy nagyon balesetveszélyes helyszínt hoz elő. Az alpolgármester kiemelte, igyekeztek úgy megegyezni a munkálatokat végző céggel, hogy a tevékenységük lehetőleg ne akadályozza a lakókat, illetve a forgalmat. Nagyon örülök annak, hogy több mint 110 helyszínen tudjuk most megcsinálni ebben a körben. A városban ez nem 110 vonalat jelent, hanem nyilván 110 helyszínt. Körülbelül most a 1/3-ánál járunk. Nem nagyon lehet látni a városlakóknak, nem nagyon lehet látni. Ezt is én ezért boldog vagyok, mert sikerült elérnünk ezzel a céggel a tárgyalások során, hogy az útburkolati jeleket éjjel fessük, lehetőleg csöndben és amennyire lehet óvatosan, meg a zebrákat, tehát nem zavarjuk vele a forgalmat, a parkolókat viszont azt nappal jó időben, mert hiszen ilyenkor azért üresebbek a parkolók, mint este, és arra is szeretném kérni a lakosságot, hogyha meglátják a tábláinkat, hogy festjük a nappal ezt a helyet, akkor ott ne álljanak oda, tényleg egyszerűbb a világ. Mezei Zsolt hozzátette, a hőségről sem szabad megfeledkezni. A városlakók már találkozhattak egy olyan hűtőkocsival, amely vízzel fújja az utakat, ezzel akár több fokkal is csökkentve az aszfalt hőmérsékletét. Szabadtéri rendezvény részeként búcsúztak a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda tagintézményének fiataljai. A hagyományos iskolai eseményen a diákok, a családtagok, rokonok körében ballaghattak el az intézményből. Újabb nyár, újabb búcsú az osztálytársaktól és az intézményektől. A Szabó Magda tagintézmény tanulóinak idén szerencsére egy igazi ballagási élményben lehetett részük. A részletekről Farkas Márta, tagintézmény vezető számolt be. Hál' Istennek az idén sokkal jobb, mint tavaly volt, mert most legalább a szülőket beengedhetjük, igaz, hogy az udvarba csak, az iskola épületében nem jöhetnek be, de nagyon örülünk annak, hogy tényleg itt lehetünk, együtt lehetünk, gyerekekkel, szülőkkel. Nem korlátoztuk azt, hogy hány szülő jöhet be, mert nekünk csak 2 osztályunk van, a csak az idézőjelbe, mert nagyon örülünk, hogy itt végig velünk voltak 8 éven át mind a 2 osztály, mind a 40 gyerek, úgyhogy együtt ünneplünk ma. Az intézményvezető szerint rendkívül fontos, hogy a diákok méltóképp búcsúzhassanak egymástól, illetve az iskolától. Nagyon fontos az elbúcsúzás, mint minden egyes alkalomkor, amikor búcsúznia kell az embernek, hogy ott legyenek a társak, az iskolatársak, akikkel 8 éven át, vagy esetleg kevesebb időt töltöttek együtt, de a hetedikesek, ötödikesek, akikkel együtt jártak itt iskolába, a tanároktól, hogy el tudjanak méltóképpen búcsúzni a szülők társaságában, tehát ez nagyon-nagyon fontos, az élet vele járója, hogy így mondjam. A Szabó Magda tagintézmény évzárója, illetve ballagása 2 külön rendezvényén nőtte ki magát. A tanévzáró ünnepséget idén június 25-én tartják majd az intézményben.
Folytatódik az új rendszerű lomtalanítási akció. Június 26-án 7 és 15 óra között a Technikum egy városrészben szabadulhatnak meg a lakók a már feleslegessé vált, kidobásra ítélt használati tárgyaiktól. Ezúttal 4 helyszínen lesznek kihelyezett gyűjtőkonténerek. A Bocskai István utca közepén, a Weiner Tibor körúton 2 helyszínen és a Táncsics Mihály utcában. A Weiner Tibor körúton kihelyezett konténerekbe az elektronikai hulladékot várják. A legutóbbi akció alkalmával 29,5 tonna lomtól tisztult meg a város. Hullámvölgyekkel teli szezonon vannak túl a Dunaújváros Pasell labdarúgói. Játékosaink a tabella 13. helyén végeztek az MB3 középcsoportjában zajló küzdelemben, és csak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően zártak az őket követő szekszerdi UFC, illetve a Vác csapata előtt. Egy sportcsapat életében nagyon ritka, hogy egy teljes szezonon át hiba nélkül képesek teljesíteni az elvárt színvonalon. A D-Pase labdarúgói számára a bajnokság több okból is nagy falatnak bizonyult, bár a vereségek mellett szép győzelmeket is megtapasztaltak, időközben a vezetőedzői poszton is változás történt. Jakab Eleket Varga Balázs váltotta a csapat élén mindössze néhány mérkőzéssel a szezon vége előtt. Hát ugye tavaly nyáron én kívülről láttam a felnőtt csapat eseményeit, edzéseit, mérkőzéseit. Én úgy ítélem meg, hogy egy nagyon szűk kerete indult neki a csapat a bajnokságnak, de nagyon későn is jöttek ide játékosok, kevés idő volt őket beépíteni. Ez is lehet az egyik oka annak, hogy nagyon rosszul kezdődött az év, és ugye idézőjelben akkor ez viszi magával, egy idő után a sorozatos pontvesztések, esetleges vereségek azért a játékosokban mély nyomot hagynak önbizalmilag, én ezt így éreztem. A vezetőedző hozzátette, ugyan jó játékosaik voltak, illetve vannak, mind a sportolók mentalitásán, mind pedig a játékukon volt mit csiszolni. Jó játékosaink voltak, meg vannak, önbizalmilag kellett őket építeni, illetve azért a játékban is éreztem olyan hiányosságokat, amiket próbáltam pótolni, és ez szerintem egész jó sikerült. Az első 2 mérkőzés, amikor én lettem a vezetőedző, nem sikerült jól, ugye egy döntetlen, ami mondjuk meg volt már nyerve, sajnos a végén kaptunk egy gólt, és egy elég súlyos vereség volt az RKSK-nál, de én ezt annak tudom be, hogy akkor teljesen átállítottam a csapatnak a játék filozófiát, meg maga a stílusunkat, és abban a 2 hétben, másfél hétben, mert elég rövid idő volt, nem tudtunk begyakorolni mindent, meg azt tudni kell, hogy ha valami újat akarsz játszatni, vagy új elemeket visz ebbe a játékba, az idő kell. Az MB3 középcsoportjában zajló mérkőzések során a D-Pase együttese 38 mérkőzésen 47 pontot szerzett, ezzel a középmezőnyben zárva 2020-2021-es idényt. Hivatalos honlapján jelentette be a Dunaújvárosi Acél BKK jégkorong csapata, hogy újabb fiatal játékosával hosszabbított szerződést a 2021-22-es szezonra. A 20 éves Somogyi Netán városunk szülötte, itt ismerkedett meg a sportág alapjaival, ám az elmúlt években Székesfehérváron és Miskolcon pallírozódott, majd utóbbitól tért vissza Dunaújvárosba a 19-20-as szezonban. Netán már első felnőtt idényében 9 Erste-lig a mérkőzésen kapott lehetőséget. Tavaly 6 alkalommal játszott a felnőtt csapatban, ez idő alatt 1 asszisztot jegyzett, a junior bajnokságban viszont 24 mérkőzésen 37 pontot szerzett. Mint azt a fiatal csatár elmondta, bízik abban, hogy minél több időt tud kiharcolni magának a felnőttek között. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!